Akkor forduljunk pszichiáterhez, és mikor pszichológushoz. Általánosan elmondható, hogyha nincsenek súlyos pszichés tüneteink, nem vagyunk pszichés zavarral diagnosztizálva, és úgymond egy átlagos életvitelt tudunk élni, jól tudunk alkalmazkodni a mindennapokhoz, akkor pszichológushoz elmehetünk olyan kérdésekkel, mint például önismereti kérdések, enyhébb önértékelési problémák, enyhébb szorongásos tünetek, vagy párkapcsolati nehézségek, vagy hogyha úgy érezzük, hogy elakadtunk az életünk valamely pontján, akkor megkereshetünk ezekkel a nehézségekkel egy pszichológust. Ha viszont súlyos pszichés tüneteink vannak, amelyek nagyon erősek, nagyon intenzívek, nagyon akadályozzák a mindennapi életvitelünket, például súlyos szorongás, nagyon erős, mély depresszió, erős, intenzív pánikrohamok, vagy olyan furcsa, szokatlan érzések, tapasztalatok, például hallucináció, vagy olyan érzések, mint hogyha megfigyelnének, vagy követnének bennünket, vagy üldöznének. Ilyen súlyos pszichés tünetek esetén mindenképp érdemes felkeresnünk pszichiátert, hiszen szükséges lehet a gyógyszer beállítása is. Egyébként elmondható, hogy a pszichés zavarokat leginkább kombinált terápiával lehet a leghatékonyabban kezelni, azaz a pszichés zavarok nagy részének esetében egyaránt szükséges gyógyszeres kezelés, amely az agyi biológiai vetületen fejt kihatást, és egyaránt szükséges pszichoterápiás kezelés vagy megsegítés, amely a pszichés rendszerben, a gondolkodásban, az érzelmek kezelésében, a kapcsolatok kezelésében fog majd segíteni, és ezáltal remélhetőleg enyhíteni és akár teljesen megszüntetni a pszichés tüneteket.